Azért állt közel hozzám Márton Áron püspök. Márton Áron szentelt engemet pappá. 1974-ben így tanított engemet, ugye, és ő nevezett ki engemet Csicsicsóra plébánusnak, és ő helyezett ide. Illetve az utódja most már Jakobini György. És amikor ide helyezte 2004-ben, akkor 2005-ben már elhatároztuk, hogy Márton Áronnak akkor még nem volt olyan sok szobor alkotva, és akkor mondtam, hogy én egybe bele fogok is elkészítem. Mert úgy akartam először, hogy arra a két pódiumra egy ilyen mert szobrot készíteni, de szintén a szakembereket elhittem, és azt mondották, hogy nem jó, mert igen nagy ez az óriási nagy előtér, és akkor elveszne a szobor. És akkor azt mondták, elő kell hozni, és egész alakos szobrot kell készíteni. Na, aztán ugye akkor nekifogtunk a gyűjtésnek, és hát érc kell. Hát akkor egy ötletünk támadt, hogy vasat, ócsó vasat fogunk gyűjteni. A faluba kihirdettem, és összefogott a falu. Mindenki hozta a maga kis ócskavasot, még olyan is volt, hogy ezt a, mivel törik a mazsárt, azt is hoztak, ugye. És összegyűlt ócskavas, azt az illető barátom elvitte Csíkszeredába, ő adta ott annak a rezet, mert akkor bontották éppen a mozdonyokat, a mozdonyokban rengeteg sok rész volt, úgyhogy összejött, hála Istennek, a ranyag, elvittük ugye az öntődébe, és megöntötték a 1500 kg résztől Márton Áron szobrát is, Sepsi Szentgyörgyön a volt Imasza nagy vállalatnál, aztán ott öntötték meg, hát 17 darabból tudták összehozni, és akkor itthon kellett összerakni, összeheggeszteni, de hát ez az helybeli kicsi ilyen forrasztópáka, ugye, az nem volt jó, hanem akkor Svédországból kellett, aztán rendeljek olyan dolgot, amivel elektródát, amivel össze tudták aztán heggeszteni. De hát búcsú már ott volt a nyakunkon, 3 nap volt még, vagy 4 nap a búcsú előtt. És akkor még az utolsó simítások sem voltak meg. És mondtam a mesteretek, hogy nem csináljátok meg, éjjel-nappal kell dolgozni, nincs mese, mert úgy itt hagylak, mint Szentpál az olajokat, aztán hamar neki kezdett, és aztán kész lett nap búcsúra, és akkor Bálint Lajos észek, aki a főszentelte. Úgyhogy hála Istennek. Még én nagyon ugye szeretjük, mert ott Csíkszentdomokoszi születésű, a Márton püspök volt. Mondom, és nekünk szociológiai órát is tartott, jártunk át hozzá órára, és 74-ben aztán őszentett pappa, hála Isten, és azóta még érdekem az így, aztán, hogy már még nem tudom.